Egy kézben tartható és egy jól tanítható kutyával tudok hatékonyan életmódprogramot működtetni. Sokan vannak, akik ezt megpróbálják megkerülni, és mondjuk beengedik egy ilyen kergetős játékba, az nem jó kényszerviselkedéseket szül, pócselekvéseket szül, egyoldalú szocializációt szül, bizonyos helyzetekben akár még veszélyes, sőt, életveszélyes helyzeteket is okozhat, hogyha nincs meg ez az egészséges tagozódás tanítás. Kézben tartás, életmód. Én azt gondolom, hogy ez minden kutyatartás alapja. Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével. Szép napot kívánunk mindenkinek, szervusztok! Ez itt a Neked Ugatok leges, legújabb epizódja. Mucsicska László vagyok, és ebben az epizódban itt van velem Korom Gábor, illetve Valt Zsófia. Sziasztok! Szia. Sziasztok! A mai adásban igazából már ilyen korábbi epizódok megkezdett kezdeményeit fogjuk így, így tovább vinni, Ugye volt már egy olyan epizódunk, ahol arról beszélgettünk, hogy hogyan kéne, hogy teljen a, a kölyökutyánk első 24 órája, meg úgy általában mit csináljunk egy kölyökutyával, hát most még tovább megyünk, hogy oké, okay, van mondjuk valami alap skillsetje most már a kutyánknak, mondjuk el is vittük kutyaiskolába, de mit kéne csinálnunk ezzel a, ezzel a jövevényel, hogy egyébként az azt követő tizen pár évet is nagyon jó szellemben töltsük majd el együtt, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen életmód tanácsadásba is fogunk majd így átcsapni. Úgyhogy, úgyhogy beszélgessünk erről, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy jó, rendben van, nem csak egy szép kedves aranyos kutyánk van, ami ott a kutyaiskolában megtanult elvileg dolgokat, valójában mi tanultunk meg, de ez zárója, de az, hogy utána mi jól éljünk vele, mi, mi kell nekünk ehhez. Nagyon jó kérdés, és ezt a napjában számtalanszor megszoktuk kapni, hogy jaj, de okos kutyák, az enyémek sajnos nem ilyenek, ezek húznak, meg mennek mindenfelé. Szerintem aki, aki járt kutyaiskolába és sikerült egy olyan ö, viszonyba kapcsolatba eljutni a kutyájával, hogy tényleg igazából működtetni tudja a mindennapi életben, ott gyakran hallja ezt a kérdést, gyakran futunk bele abba, hogy vajon mitől működik egy kutya, és miért nem működik a másik nálunk a tükörmódszerben alapvetően három pillére tagoljuk azt, hogy a kutyával való kapcsolatunk hogyan épül fel, vagy hogy hogyan viszonyuljunk a kutyához. Ezekről is volt már szó a korábbi adásokban, ugye ez a tanítás, a viszonyrendezése és az életmód. Ezek közül az utolsó, amit említettél, az életmód, de magukban, a, ahogy mondtad is, hogyha kutyaiskolába vagy oviba elmegyünk, viszonylag kevésbé találkozik az ember az életmóddal, és inkább a, a tanításra vagy a viszonyrendezésére koncentrálunk a különféle tanfolyamainkon, és ami utána következik, azok a, a hivatalos életmód programok, De hogy az életmód mennyivel több annál, mint hogy hivatalos életmód programok vannak, vagy hogy miért fontos az, hogy, hogy milyen életmódot alakítunk ki a kutyával, azért ez egy nagyon összetett probléma, és szerintem a különféle irányzatoknak más-más válaszuk van arra, hogy, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni de abban mindenki egyetért, hogy a kutyában rengeteg ösztönenergia van, ezzel az ösztönenergiával érkezik be hozzánk a családba, és ezzel a 21. században elég nehéz mit tenni, vagy mit kezdeni, hogyha én egyébként egy, egy számítógép előtt ülök egész nap ott dolgozom, esetleg a, a rokonaimmal is zoomon, vagy cseten tartom a kapcsolatot, tehát hogy nem ez a, a kutya természetes közege, nagyon nagy terhelés tud lenni ez egy családban. És igazából erre alakultak ki az életmódprogramok, hogy valamennyire egy segítséget nyújtsanak egy mindennapi gazdának, vagy egy átlagos gazdának abban, hogy, hogy ezt az energiát le tudja vezetni. Bár mondhatnánk azt, hogy ez már önmagában elég és megoldás a kérdésre. Mennyire okoz egyébként a kutyában bármilyen zavart, hogy tényleg van ez a, ez a nagyvárosi berendezkedésünk, amiben azért így eléggé lekontrolláljuk, pláne hogyha tényleg én egy home -ban dolgozó ember vagyok, hogy oké, okay, blöki, nagyon kedves vagy, és nagyon imádom, hogy ide dugod a nedves orrodat, de most én éppen egy kolban vagyok benne, és mondjuk ezt így egy, egy 8 órás munkanapban otthon folyamatosan tolom. Mit kell tennem annak érdekében, hogy ez mondjuk tényleg ne okozza egy frusztráltságot a kutyának, és az ő élet módjában, vagy a mi életmódunkban, hogyan tudom ezt egy ilyen egészséges valamivé formálni. Igazából már a tudatos fajta választásnál kezdődne. Természetesen van olyan az életben, hogy belebotlom egy kölyök kutyába az utcán, és hazaviszem, megmentem, és nem választottam tudatosan, vagy menhelyről hozom el, és azt se tudom, hogy mi van benne. De alapvetően, amikor az ember magához vesz egy kutyát, akkor egy felelős gazdaként végig kell gondoljuk, hogy mennyi időm van a kutyával foglalkozni mennyi időm lesz az elkövetkező 10-15 évben a kutyámmal foglalkozni. Tehát ha például gyerekeket tervezek erre az időszakra, vagy egy költözést majd külföldre, amikor befejeztem az egyetemet, akkor ezeket is mind-mind bele kell kalkulálnom, hiszen ez egy hosszú távú elkötelezettség lesz. És az, hogy milyen energiaszintű kutyát hozok be az életembe, az nagyban befolyásolni fogja, hogy mennyire lesz rá rossz hatásra, hogyha nem vezetem le ezt a rengeteg energiát. Mert akiben egy pici energia szorult bele, annak se fog jót tenni, de ha mondjuk egy border collit kényszerítek arra, hogy a nap 24 órájából 23-ban ne csináljon semmit, és a maradék egy órába kiviszem labdázni a kertbe, akkor ott azért nagyon komoly viselkedés problémákhoz, akár viselkedés problémákhoz, az az egyik út, hogy ezek jól meg tudnak nyilvánulni a le nem vezetett energiák, a másik pedig az, a, ami az embere is sajnos nagyon jellemző, a pszichoszomatikus betegségek sajnos nem, nem, azt az életet éljük, ami, ami jól esne nekünk, vagy hát amire születtünk, és ezért aztán mindenféle betegségek itt ott megjelennek. Ez a kutyákra is igaz, Üm, talán fokozottan is. Vissza kell mennünk egy picit a gyökerekhez. Egy olyan fajról beszélünk, amely faj az evolúcióját az emberhez kötötte. Tulajdonképpen az ember magára vállalta ezt az evolúciós ö, felelősséget. A kutya felelősség nélkül él és létezik a világban. Odaadta nekünk, mi hordozzuk az ő faj fenntartásának a felelősségét. Ez jó neki is, nekünk is jó neki, mert. Ö, mert felelősségvállalás nélkül, nagy biztonsággal, a legeredményesebben alkalmazkodó fajként a világ minden pontján ott van az ember mellett. Ugye az ember ma ezt a világot, ezt a civilizációt bizonyos értelemben kisajátította. Ennek vannak pozitív, de sajnos ma inkább a negatív elemek kerülnek előtérbe és ebben a kisejátított civilizációban kap helyet a kutya. A kutyának van Insta oldala. Tehát, hogy ugye nem ő kezeli, de, de van. És, és ez a kutyának egy nagyon hatékonynak bizonyuló választása, de van a gyökérpontnál egy olyan kérdés, hogy oké, okay, de ez a kutya tele van különböző tulajdonságokkal, különböző drájvok -ok hajtják a mindennapokban, és, és ezeket nem hagyta ott, amikor ez a döntés megszületett, hanem ezeket behozta ide mellénk. És mennyire tudjuk ezt kifejezésre juttatni? Tehát ez az energia, ami benne bújkál, mennyire tud, mennyire tud ö ö kimenni? Hát az első probléma az az, hogy Hogyha a kutya a saját ösztönei szerint élne, működne és létezne, akkor ez a bolygó, ez a civilizáció élhetetlen lenne. Mert folyamatosan rettegnénk. Volt is erre példa, tehát nem olyan nagyon-nagyon régen történt az, hogy Romániába úgy elszaporodtak a, a kóbor kutyák, az emberi felelőtlenség miatt természetesen. Úgy elszaporodtak a kóborkutyák, hogy már a társadalomra veszélyt jelentettek. És utána sajnos egy nagyon-nagyon csúnya programmal lehetett ezt helyre tenni. Ez egy valóság. Nem szabad szégyelősen elfordulni, és nem szabad azt gondolni, hogy a kutya az, akit, akit mi e, így, így idealizáltan nap mint nap felrajzolunk. A kutya egy kőkemény ragadozó, aki, hogyha teheti falkába áll, és ebben a falkában pedig az emberi léptékekhez mérten elképesztő gonosztettekre is képes. Ezek nem gonosztettek. Ezek a kutya drájvjai, az ösztönös drájvjai. De ezeket a drájvokat ma már a kutya nem használja, nem éli ki. De az energia az ott van benne. Mi a kutyának azt a képességét használtuk ki, hogy a kutya gyakorlatilag képes felvenni, egyes számú rendező az emberi akaratot, az emberi moralitást. Ezért ezek a csúnya dolgok, amelyeket magában hordoz, tehát az, hogy falkában levadásszon gyenge embereket, gyerekeket, időseket, stb., ezt a tulajdonságot ma a kutya nem éli ki. Egy, nem verődik falkákba, hanem be van csatornázva egy emberhez. Kettő, még az ember mellett sem élheti ki a, a, a különböző ösztönvágyait, mert különben jön a szomszéd feljelentése és a jegyző határozata, meg amíg tudom én, meg egyáltalán, hát nem, nem akarjuk, hogy a kutyánk báncson, báncson bárkit, bárkit is, a családtag ma már a kutya. Oké, okay, de az energia ott van benne. Hova kerül ez az energia? Hova kerülhet? És én azt gondolom, hogy a, a, a 20. századig az ember és a kutya kapcsolatában nagyon jellemző volt az, hogy hogy felhasználói jelleggel éltünk a kutyával. Tehát, tehát hogy, hogy, a, a, kutya adottságait valamire használtuk, valamilyen, valamilyen működésbe beletettük a kutyát. Ezek jellemzően nagyon beszűkített kategóriák voltak. Ja. Ö, kevés kivétellel persze, mert, mert volt, aki nagyon-nagyon erősen kihasználtak kutyát, de de valahol azért ezek beszűkített keretek között tudtak működni, de mégis működött, mert valahol leadtak ugye Az energet ennek hatására, a, tehát a 20. század megelőző évszázadokban kialakult egy ilyen, egy ilyen ö, fajtákra specializálódott szelekció és a fajták az most úgy értsük, hogy, hogy legelsősorban viselkedési jegyek, majd, ahogy jövünk be a, 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 a 20. század felé egyre inkább már, már külleni jegyek alapján szelektálódó fajták jönnek létre. De, de eredetileg ezek mindig viselkedési ö, ö, szelekciót tartalmaztak ezek, a, ezek az úgynevezett fajta választások, vagy fajta kialakítások. Na most a 20. században ez megváltozik, mert a, az ember a 20. században már, már nem használja fel a kutyát, mert már nincsenek tere. Persze lehet szarvasgombát keresni, mondjuk Magyarországon mondok egy számot, körülbelül 40 kutyával, vagy legyen 400, e, e, nem tévedek nagyot e, körülbelül ezen a léptéken. Többel nem lehet, mert ha többel keresel, akkor kipusztítjuk a magyar szarvas gomba állomány, tehát, tehát kiírjuk ezt a nőt. Tehát nem, nem lehet ennél többet. Ö, és ez, ez mindenre elmondható. Tehát járhatok terelni a kutyámat sportszerűen, de ennek is megvannak a limitációi, hogy, 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 hogy hány kutyával járhatok. Éppen ezért olyan tevékenységekre van szükség, amelyek a mindennapokban ezeket a drive-okat tulajdonképpen átkonvertálják egy társadalommal kompatibilis formába. A társadalommal kompatibilis forma az azt jelenti, hogy bár a kutyában ott van a pusztító dű és, és pusztító agresszió, de ez a pusztító dű és agresszió nem borulhat rá a környezetünkre. Már a szomszédra se, hála az égnek. Ez nem volt mindig így. De miért jöttél be! önkölt volt, Ma már, ez, ma már, ma már ez azért kevésbé megvehető. Tehát, tehát hála az égnek. Tehát, hogy ez, nem, ez, 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 már nem borulhat rá, ez már nem borulhat rá. És ezért aztán be kell rakni valamilyen sportba, és vannak őrzővédő sportok, amelyeknek jó esetben pont az a funkciója, hogy ezeket a tulajdonságokat a kutya ki tudja élni, akár a gazda növekedésének, legalábbis, hogy mondjam, érzetének növekedése érdekében ö, ö, eredményesen megmutatva, hogy hát még ügyesebb mint a másik, de nem a társadalomra irányul, hanem, hanem zárt, kontrollált keretekben. Tehát az a kutya, amelyik optimális esetben egy egészséges őrzővédő sportban részesül, az a kutya kevésbé veszélyes a társadalomra, mint az a fajtársa, vagy bocsánat, itt ebben az esetben fajta társa, tehát az, az őrzővédő fajtájú kutya, akinek nincsen ilyen drive kivezetése. Mert hogy abban is benne van az energia, csak az a kutya, az nem kontroll keretben fog ezt kiadni, hanem az a kutya adhok, mondjuk szintetizál magának egy kulcsingert, cool amire bekapcsolja. Ezért, tehát, és jellemzően ez a, a, 20. század második felének és a 21. századnak ez az orientációja, hogy, hogy, hogy felismerjük a kutyának a drive felismerjük a kutyának a drive tudatosítjuk, hogy a kutyának szükségletei vannak, energialeadási szükségletei, és ehhez alakítunk ki különböző életmód tevékenységeket. Hát, röviden ennyi. A kölyökkor gyorsan múlik. Élj a lehetőséggel. Online kölyök kutya program. Ismerd meg a módszereket, amelyekkel játékos formában, de hatékonyan tudsz tanítani. 98 videó, 57 órányi tartalom, 27 gyakorlat. Online kölyök kutya program. Kutyasuli.hu per online tanfolyam. És mit tudnak lenni ezek az életmód tevékenységek? Mert nyilván most így elsősorban ezzel a podcasttel Alapvetően tényleg a tudatos gazdik felé kacsingatunk, de hogy így ugye van, vannak azok az életmód tevékenységek, amiket otthon tudunk űzni a, a kutyával, mert mondjuk nem tudom, életmód programokat vagy életmód sportokat nem tudunk. Ez, ez nagyjából itt a két véglete, vagy én azt gondolom, hogy ez. De ezen a skálán mozogva, miket tudunk csinálni a kutyával? Hát én ezt a kérdést is egy kicsit alaposabban körbejárnám, mielőtt megválaszoljuk. Üm, ugyanis nagyon-nagyon jó életmódsportok vannak ma már számtalan kutyaiskolán, akár szánhúzást bármilyen kutyával végezhetek, vagy a legkülönfélébb flyballra is már van. És nem van csak szánhúzás, szánhúzás, hanem kocsit, vagy tehát kutyás évek... futás, ugye a canicross, tehát ennek különböző ö, variációi. A mi, mi iskoláinkon is számtalan programmal várjuk a, a kedves gazdikat, viszont amit nagyon fontos leszögezni, hogy akármilyen programokra is viszem el a kutyámat a hétközbe, és bármennyi energiát is adok le belőle a hét során, az, ahogy én a mindennapjaimat élem a kutyámmal, gyakran szokták azt kérdezni, hogy és hogy mennyit tanítom a kutyáimat, hogy ilyen, ilyen jól neveltek lesznek, hogy erre a kérdésre nincsen egy egységes válasz, hogy akkor most napi 15 percet klikkerezem vele, és akkor attól jól nevelt lesz a kutya, hiszen ez egy elenyésző töredék ahhoz képest, az időhöz képest, amit a kutya Tanulással tölt, mert igazából az egész életét tanulással tölti, minden egyes percét, amit ébren tölt, a kutya monitorozza a környezetét, fantasztikusan beilleszkedett az ember szociális terébe, iszonyatosan jól képes érzékelni dinamikákat, de hát még ilyen szinten is erre Csányi Vilmos is hoz a könyvében rengeteg példát, de például én is tapasztaltam a saját bőrömön, amikor gyógyszerezni akartuk az egyik cicát, és már régóta nem tudtuk megfogni, bizony beállnak előbb-utóbb segíteni a kutyák is, mert látják, hogy ezt csináljuk, kapjuk el az egyik cicát, nem tudják, hogy miért, de jönnek, segítenek nekünk. Tehát, hogy, hogy igazából ez a mindennapi életünkben, minden pillanatban, minden tevékenységünket, amit a kutya meg tud figyelni tanítjuk a kutyát. Például nekem van egy szabályom, nem szeretem, hogyha a kutya bejön a konyhába, de, de mégse figyelek oda, és látom, hogy arra fordulok oda, hogy már két lábbal ben van, viszont vendégek vannak, épp beszélek hozzá, és nem fogok odaszólni. Ezt a kutya mind-mind tanulja, elraktározza magában, hogy á, amikor vendégek vannak, akkor nem is olyan fontos ez a konyha szabály. Hm, de érdekes. Vagy hogyha felveszem a telefont, miközben sétálok a, a kutyámmal az erdőben, vagy a, a, akár a belvárosban is, már nem tudok odafigyelni annyira, a kutya már is megtanult, hogyha telefonom van, akkor nem kell figyelni, akkor nyugodtan elhúzhatok egy kicsit, majd ha leteszi, akkor újra kontrollba kerülök, de addig, addig csinálom, amit kell. Tehát a kutyák hihetetlen jó megfigyelő képességgel rendelkeznek, és ezért aztán nem is azt számít annyira, hogy abban a koncentrált, akár klikkerrel, akár bármilyen módon megtanítok neki egy viselkedést, azt hogyan tanítom meg, milyen technikával, hanem hogy mennyire tudok egy olyan életet kialakítani, amiben én következetesen be tudom tartatni az általam kért dolgokat, és amiben, és ez a másik oldal, amire a kérdésed irányult, még az energi is le tudom vezetni a kutyának, mert lehetek én bármilyen következetes, hogyha ha az a kutya ott mellettem nem tudja kiérni ezeket az energiákat, akkor bizony máshogy fog reagálni helyzetekbe, még akkor is, hogyha nagyon szépen követem a szabályomat. És amit Gábor mondott, erre egy nagyon jó példa, korben kutyám, sajnos neki nagyon rossz a két hátsó térdét, mind a kettőt meg kellett műteni, komoly műtéteken van túl, gerinc műtéten is, tehát fájdalommal él, mindig fájdalommal él, sajnos 7 éves, és neki ez az életének a része. Amikor eljárunk őrző ez a mi, mi tükörmódszeres berkeink, ebben ugye ösztön kontroll tréningnek hívják, és egy kicsit más, mint a hagyományos őrzővédő, de hogy ennek ellenére ugyanazokat az energiákat mozgatja meg a kutyában, akkor sokkal jobban kezeli ezt a fájdalmat, sokkal jobban képes a környezetével besimulni. Ha kihagyunk mondjuk egy hónapot már, mert, mert úgy adódik az életünk, akkor már is látom, hogy jobban odaszól, jobban kicsattog, egész egyszerűen azért, mert tele van a puttanya, és, és nem tudta levezetni ezt az egészet, és, és zavarják a dolgok. Ez, amit most a Zsófi mondott, rengeteg példát tudnék hozni, nagyon-nagyon sok példát tudnék hozni. Hát a, ö, ugye ilyen, ilyen tanmeseszerű történetünk volt, Leslie Boxer, aki akit hat hónaposan úgy hozott le a gazdája a kutyaiskolára, hogy, hogy fél évet adtak a kutyának, még annyi baja volt vesselé, mindenféle bajai voltak a, 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 a kutyának, nem tudott, nem tudott magától vizelni, és, és úgy kellett kimasszírozni belőle a sétákon a, a, a vizelet. tehát egy, egy komoly beteg volt a kutya, és elvégezte a, a, a tanfolyamokat, és utána elkezdte az ösztönkontroll tréninget, és gyakorlatilag az történt, hogy a kutya magától tudott már, már vécézni. Persze biztos nem azért, hanem valamiért, de magától. És akkor nyáron nyári szünet volt, és a kutya, kutyával megint masszírozni kellett. És akkor kétségbe se felhívta ugye a gazdé a, 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 a trénert, hogy hát hogy, hogy, hogy a, az edzőt, az ösztönkontolt hogy hát ez van, hogy nem lehetne -e neki. De és akkor megbeszélték, és akkor szinten tudták tartani a nyári időszakban is. E, és a, a, az egésznek a slusszpoénja, hogy 12 éves kort ért meg ez a kutya. Nyilván nem gyógyult meg, de szinten tartva az egészségi állapot. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos tanmese, amit nagyon sokszor el szoktam mesélni előadásaimban, megemlítem, de rengeteg ilyen történetem van. Tehát, tehát, például lánykoros kutya, aki, hogyha ha jár az életmód programra, akkor nagyon jó, látványosan jó állapotban van. Amikor nincs életmód program, akkor a kutyán elő, előjönnek a tünetek, és a többi. Félreértés ne esik, nem, nem azt mondom, hogy, hogy ez meggyógyítja, de, 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 de abban, hogy a kutya hogy a kutya szervezetében az egészséget fenntartó folyamatok jól működjenek, ahhoz az életmódprogramnak nagyon sok köze van. Tehát annak, hogy jól működjön. És az, amit én hozzátennék ahhoz, amit, amiben a Zsófi belekezdett meg, talán, talán, ez a legfontosabb, hogy, hogy életmódprogram, ez így nagyon egyszerű, hangzik, vigyük el életmódprogramra, és akkor majd a kutya egészségesebb lesz, hosszabb életű lesz, nem szedi szét a lakást, mindenkinek jó lesz. De hogy ez nem így van. Tehát nem, nem lehet elvinni egy kutyát egy életmódprogramra, akkor tudsz elvinni egy életmódprogramra, hogyha a kutyának a megfelelő alapja megvan. Nem véletlen három láb. A három láb. Tanítás, viszonykezelése, kézben tartás, és az életmód. Mert hogy az első kettővel jó viszonyba kell lennem ahhoz, hogy a harmadikat fel tudjam húzni. Ha nem jól tanítok, ha például kényszerrel tanítok, akkor a tanításban egy magas stressz szint jelenik meg. Nem véletlenül történt meg az annak idején, hogy hogy talán az egyik legerősebb innováció Magyarországon, hogy a klikkert hoztuk Magyarországra, és a tükörmódszer elterjesztette az akkori trénervilágban óriási ö, ö, ellenállásba ütköztünk, amik sikerült átvinnünk, úgyhogy ma már ez egy Ma már ez egy alapvetés. De ez a tükörmódszernek egy nagyon fontos vívmánya, hogy ideje korán felismertük azt, hogy a stresszmentes tanításnak a legjobb technikája ez az exakt tanítási eszköz, ez a, ez a klikkernek nevezett kondicionált megerősítésre épülő ö, tanítási technika, és ennek minden formája azóta is, azóta is hát, keressük és kutatjuk a legjobb hatékonyságát, de hogy, de hogy ma, már ez egy, ma már ez egy Magyarország, nem Magyarország is nagyon eltérő, Magyarország egyébként előkelő helyen van az európai országok között, mert nálunk sikerült viszonylag hamar elterjedni a klikkernek, hogy az Amerikából, mi Amerikából hoztuk be, Amerikában már volt ennek egy, egy kultúra, és már már az egész világon ez egy, ez egy, ez egy széles körben elterjedt technológia. De ez a tanítás. Tehát ez arról szól, hogy viselkedéseket kialakítok, és ezek a viselkedések segítenek nekem abban, hogy a kutya intellektusát bemozdítom, az együttműködésünket felhozuk és a többi. De vannak azok a helyzetek, ahol ugye amárkorábban említett drájvok működnek a kutyába, elkapni a macskát, felenni a kaját a földről, hogyha közelítenek felén, fenyegetően, odaharapni, és a többi és ezeknek a drájvoknak a kontrollja rendkívül fontos. Tehát ezeket, ma van egy ilyen világszerű tendencia, hogy, hogy ezeket a drájvokat próbálják megkerülni, csak azokat nem lehet megkerülni, tehát attól azok még ott vannak, és meglepetésszerűen tudnak előbújni itt-ott különböző, különböző helyeken. Tehát ezért nagyon fontos, hogy rendelkezek egy olyan képességgel, hogy ha azt mondja, hogy stop, azaz most nem kergetünk magcskát. Azt mondja, hogy stop, azaz most nem harapunk gyereket. Sőt, egyáltalán nem halapunk gyereket, sőt, egyáltalán nem kergetünk macskát. Tehát ezzel a képességgel nekem rendelkeznem kell. És azzal is, hogyha a kutyám rohan a busz felé, akkor ne egy ö, kacsacombot lengessek a levegőbe, hanem behívásra be tudjam hívni magamhoz, és ugye azt azért a józan ész oltánán jegyezzük meg, hogy erre nem az a megoldás, hogy nem engedem el a kutyát hanem az az elkerülése ennek a problémának. Tehát nekem kutyatartóként felelősségem az, hogy bármely helyzetből, egy váratlan szituációból is képes legyek, mert váratlan szituációk vannak, mindig és mindenkivel lesznek, képes legyek a kontrollt felállítani. Ez a kézben tartás, ez a kutyának a gátlási képessége, ez azt jelenti, hogy én a kutyámmal egy olyan családi viszonyban, egy olyan családi rendszerben létezem, ahol tulajdonképpen a gazda és a kutya viszonyát egy szülő-gyerek viszonyhoz lehetne hasonlítani, amelynél nagyon fontos, tehát ebben a viszonyban nagyon fontos, hogy az én akaratom bizonyos helyzetekben, legelsősorban életre veszélyes helyzetekben sokkal magasabban kell, hogy legyen, mint a kutyai. Ez, ez a kézben tartás. Na most az van, hogyha ha én egy életmód tevékenységet hatékonyan szeretnék űzni, akkor ehhez az életmód tevékenységhez szükségem van egy jó tanítási képességhez, hiszen akkor, akkor tudom lehívni a bonyolult gyakorlatokat. Akkor tudok hatékonyan életmód sportot űzni. Továbbá szükségem van arra, hogy ne veszítsem el a kontrollomat, akkor se, hogyha bármi történik, akkor se a maga a tevékenység rántja ki a kutyából azt a drive-ot, vagy, vagy, emeli fel azt, a, azt a, a, az, az, ösztönhőmérsékletet, amelynek a kontrollját én szeretném gyakorolni. Tehát, tehát, tehát egy kézben tartható és egy jól tanítható kutyával tudok hatékonyan életmódprogramot működtetni. Sokan vannak, akik ezt megpróbálják megkerülni, és mondjuk beengedik egy ilyen kergetős játékba. Az nem jó kényszerviselkedéseket szül, púcscselekvéseket szül, egyoldalú szocializációt szül, bizonyos helyzetekben akár még veszélyes, sőt életveszélyes helyzeteket is okozhat, hogyha nincs meg ez az egészséges tagozódás. Tanítás! Kézben tartás, életmód. Én azt gondolom, hogy ez minden kutyatartás alapja. Jellemzően azt látom, hogy ma a világban ennek a hármas egyensúlynak az eltolódását lehet a különböző irányokban megtapasztalni. Vagy vannak olyan technikák, ahol a kézben tartás irányába jellemzően a parforce illetve az ilyen tekintély alapú technológiák. Van, ahol a tanítás irányába jellemzően azok a technológiák, amelyek a kutya ösztönvilágát nem veszik tudomásul, vagy, vagy megpróbálják meghekkelni. Ezek a, a, a force-free technológiák, illetve az ehhez kapcsoló technikák. És vannak az életmód alapú kezelések, ott oda billen ki, ahol pedig, ahol pedig az életmódnak életmódnak köszönhetően próbál a gazda egy kezelhető energiaszintet létrehozni. Na, tipikus eset ennek például a napközinek olyan jellegű alkalmazása, hogy nem tudok beletenni energiát abból, hogy a kutyát elvigyem iskolába, szocializáljam, tanítsam, neveljem, hanem majd a napközi megoldja helyettem. Nagyon divatos ma. Igen, ám, csak az alapok hiányoznak. Mind a háromnak van helye, van helye annak, hogy a gazda kontrollja megjelen, van helye annak, hogy a, hogy a tanításban nagyon magas tudatossággal dolgozunk, és van helye annak, hogy az életmóddal levelesük. A, a kutya energiáit ennek az egyensúlyát kell megteremteni. Ma az életmódról beszélünk, tehát itt az életmód mellé azért kell tenni, hogy a tanítással és a, 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 a kézben tartással is magas szinten kell tudnunk rendelkezni. Csak hogy mind a három pillérhez, amit felsoroltál, igazából egy nagyon fontos dolog kell az ember irányából, az a, az a tudatosság, és ebben igazából ez a, ez a nagyon rémisztő, mondjuk nekem is, akinek most perpil nincsen kutyája, hogy a saját öt éves gyerekemnél küzdök azzal, hogy hogyan próbáljak meg folyamatosan tudatos lenni a döntéseimmel, de mondjuk a, a kislányomnál egy pár év múlva el fog jönni az az idő, amikor már igazából nem kell, hogy, hogy mindent kontrolláljak, mert hogy szépen növekszik, kamaszodik, felnő, és, és ezeket már nem kell tennem. Viszont egy kutyánál meg az van, hogy hogy ezeket a, ezeket a tartásokat folyamatosan kell vele végeznem, és e, nyilván kutya és kutya között is van különbség, de én ettől félnék, hogy tényleg folyamatosan abban kell lennem, hogy nem, nem, nem jössz ide megnyarni a kezemet, amikor éppen a laptopomat e, bizerélem. És, és, e, e, ezekre, hogyha ha nem figyelek oda, meg hogyha telefonál, te is mondtál Zsóf, hogy akkor lanyhul a figyelme, hát én ettől megőrülnék, hogy ezzel kell foglalkozom, és szerintem ez sokaknál van, vagy lehet, meg amit te is mondtál, hogy nincsen energiája az embernek, hogy, hogy foglalkozom vele, és inkább akkor egy ilyen mencsavárként, na, akkor ott a kutya napközi. Szóval ez a, ez a tudatosság nekem az, ami a legfélelmetesebb ebben. Hát ez elég félelmetes is, és sokszor, amikor a gazdik elvégzik a tanfolyamot, gyakran érzik úgy, hogy na jó, akkor kipipálva, és akkor most indul a, a, végre, most már nem kell ennyit, mert hogy rengeteg házi feladat van, gyakorlás, egy nagy terhelés igazából, hogyha egy vagy akár egy vagy két-három tanfolyamot is elvégez egy Főleg gazdik. a Zsófi tanfolyam, én sokkal jobb felé. <laughs> <laughs> szóval hogy azért nagy terhelés, és rengeteg időt fordít rá az ember, hogy azért eljusson egy tanfolyami vizsgáig mondjuk, és úgy érzi, csomószor az ember joggal, hogy hát akkor most már, most már készen vagyunk, most már irány a nagybetűs élet, és akkor jön a, a szom szomorú valóság, hogy bizony nincsen ilyen piros masnival átkötözött kutyus, hogy akkor tessék, itt van ez a kész kutya, és akkor most már csak, csak el kell vele menned néha sétálni, és enni adni, meg inni adni, meg egy oltás az évben, hanem, hanem bizony ott van, hogy a mindennapi tevékenységeid, ahogy mondod, hogy hogy reagálsz arra, amikor odamegy, hogy megnyelje a kezedet, és hogy mennyire tudsz tudatos lenni, ezek fogják meghatározni azt, hogy mennyire lesz, milyen helyzetben, és hogyan nevelt a kutyád. Ü ez egy nagyon szomorú valóság, és ez egy nagyon rossz szembesülni. Gábor mondta egyszer, és én azóta is ezt magammal hozom az egyik tanfolyamunkon, hogy a gazdák azért jönnek, ezt szabad mondanom. Én ezt akartam, akartam mondanom. Meg, meg megengedem. Egy, meg pont erre készülök. Maci, most bácsod helyet. Szerinted miért jönnek hozzánk a gazdák a kutyaiskolába? Van-e ötleted? Hát van, nyilván. Mond. hát szerintem azért mennek az emberek a kutyaiskolába, hogy, hogy, hogy felvérteződjenek azzal, hogy a, 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 kutyájukat azt így kezelni tudják. És nyilván ebben van az, hogy ő fekszik, kultúráltan szórakozik, uh, hoz ide, maradj ott, uh, és ilyen, ilyen best practice-eket szeretnének megtanulni. Fú, ez nagyon jó ötlet, Maci. Uh, nem. Van-e más ötleted? <laughs> Hát van, mondjuk az, hogy hogyan fogunk mi most 15 éven keresztül együtt élni jól egymás mellett, hogy nem megyünk kölcsönösen egymás idegeire. Fú, ez, ez még szebben hangzott. Nem. Most már csak a, a valóság kell, hogy miért jönnek szerinted hozzánk a kutya iskolára a gazdák. Nem, ők sem tudják, de hogy miért jönnek. Nem, nem tudom, tehát hogy én, én ezek miatt mennék. Az a hogy mindenki azt hiszi, hogy ezért jön a kutyaiskolába. Kivétel nélkül mindenki. Szerintem te is azt hitted, Zsófi, amikor először meg, de valójában a gazdák azért jönnek hozzánk a kutyaiskolára, hogy ne kelljen figyelni a kutyára. Ez most egy retorikai csend. Mert hogy? Civilizációnk legmagasabb értékű valutája a figyelem. Ez az, ami mindennél többet ér, és ez az, ami nem devalválódik. Tehát erre nem hat az infláció, sőt, még azt is mondhatom, hogy ez egy deflációs tevékenységben. <laughs> nyilvánul egyre fontosabb, egyre értékesebb a, a figyelem. Figyelmet kér a munkatársam, figyelmet kér tőlem egy beszélgetőpartner, figyelmet kér a párom figyelmet kér a gyermekem, és mindenki figyelmet kér. És nekem van egy kapacitásom, amit, amennyit, amennyi figyelmet én a, a, a környezetnek oda tudok adni. És ugye saját magamra is van egy egy, egy magamra irányú figyelme, és tulajdonképpen amikor amikor ezt a létezés nevű dolgot csinálom, akkor ennek a figyelmnek az iskolázását végzem, hogy jól tudjak figyelni, hogy, hogy, hogy jó energia hatékonysággal ö, tudjak megérteni dolgokat, és a többi, és a többi embereket, jelenségeket. Ö, na most, amikor egy kutyát hazaviszek, akkor nagyon szeretném azt, hogy az életem színesebb legyen. Szívesen adok neki figyelmet. Tehát ez nem kérdés mi. Én azt gondolom, hogy minden gazda, amikor hazaviszi a kutyát, akkor szívesen ad a kutyának figyelmet. Tulajdonképpen van is egy éjsége arra, hogy adhasson valakinek figyelmet, cserébe viszont rengeteg figyelmet kapok majd vissza a kutyától, gondolja az egyszerű gazda. Mert hát, figyelj, én adok neki egy kicsit a kutya, meg kutyahűség, meg, meg, meg néztem videókon is, meg a, meg a Lajosnak milyen kutya, hogy jaj, hát azt te hogy figyel a gazdát? Igen, ez, ez, az, ez az alap elképzelésünk, de nem így van valójában. Tehát ahhoz, hogy hogy a kutya ilyen figyelemmel legyen velünk szembe, ahhoz először nagyon magas figyelmi szinten kell legyünk. És akkor akkor még egyet kérdeznék így ezzel kapcsolatban, vagy szerinted elképzelhető az, Maci, hogy nem kell a kutyára figyelni? Tehát ezért jönnek a gazdák hozzánk a kutyaiskolába, elképzelhető-e? Nem hiszem. Tehát, hogy lehet, hogy egy tíz... Év után lehet, hogy már, a, ha tényleg annyira tudatos vagyok, gondolom ezt van, hogy, hogy mindenre igyekszem odafigyelni, és vannak olyan pillanatai az együttélésünknek, amire már nem kell még egyszer rászólnom, mert az elmúlt tíz évben ez megtörtént, akkor talán már rögzült annyira, hogy ez nem történik meg, de a teljes figyelemelhagyásra, az biztos, hogy nem létezik. Nagyon jó volt az, ahogy ez, ezt megválaszolta. tehát látszik, aztán hogy most a végén, már elég aztán a régóta ügyünk együtt a stúdióban, de nem, az a, az a helyzet, hogy ez elképzelhető. Valóban a teljes figyelem megvonást nem lehet, meg nem, nem is szeretném, meg nem is cél, de az, hogy akkor akarok ö, csak figyelni a kutyára, amikor nekem erre igényem van, ez elérhető-e a kutyánál, most lehet, hogy néhányan felfognak háború, de igen, elérhető. Elérhető egy nagyon tudatos ö, ö, nevelési folyamattal, figyelem, ez a kutyának is jó, mert viszont akkor, amikor én szentelem a kutyának a figyelmet, akkor egy nagyon finom, nagyon összetett ö, interakció indul el, tehát sokkal hatékonyabban vagyunk egymással ebben a helyzetben, mint amikor ki kényszeríti a, a környezet, a kutya viselkedése a figyelmemet. Lehetséges-e az, hogy úgy sétáljak az erdőben a kutyával, hogy ne figyeljek rá? Lehetséges. Az más kérdés, hogy miért kellene úgy sétálnom. Tehát, hogy én imádok az erdőben úgy sétálni, hogy figyelem a kutyámat, nem azért, hogy megszökik, hanem azért, hogy hol van valamilyen érdekes jelenség, amit az én szenzoraim nem tudnak bejelezni. Ez nagyon izgalmas. De hogy... Hát oké, okay, ez egy másfajta figyelem. Tehát, hogy a, a nem, nem, azt keresett, hogy na mikor fog hibázni, mikor fog valami olyat csinálni, ami, ö, amit nem szabad neki, hanem... hanem ez a magasabb rendű hanem, hanem, megpróbálsz vele rezonálni. Ez a, hogy, ez a ami, magasabb rendű mi, a, mi, az, ami kiterjeszti a te érzékelésedet rajta keresztül. Így van. Ezt, ezt nevezzük most egyszerűen szinergiának, és ez számomra egyébként a kutyagazda kapcsolat ideája. Tehát ez, ez amit el szeretnék érni, az, amikor mi ketten együtt nem, nem, nem nem terheljük egymást, hanem, hanem felszorozunk egymást. Tehát, hogyha ő, ő három, és én három, egy, ő is három egység, meg én is három egység vagyok, akkor ketten együtt nem lerontjuk egymást, és, és leszünk mondjuk kettő és fél, hanem felszorozunk egymást, és kilenc egységgé válunk. Még csak nem is összeadva három meg három hat, hanem felszorozva egymást. Ebben nagyon hiszek. Tehát nekem ez nagyon fontos, és ebben is igyekszem segíteni igazából a gazdákat. Ez az, amikor már a kutya nem kikényszeríti a figyelmemet, hanem én azt a figyelmi iskolázást bejártam, amikor a kettőn kapcsolódása már egy szubtilisabb térben történik meg. Nem kényszer alapon, tehát nem kényszerülök arra, hogy figyeljek a kutyára, hanem választott alapon. És a kutya tud kérdezni, hogy most lesz-e interakciónk, és azt mondom neki, hogy most nem vagy azt mondaná neki, hogy most igen. És ha azt mondaná neki, hogy most igen, akkor azzal nem él vissza, hogy fél percenként bekérdez, hogy lesz-e most interakciónk. Ez egy csodálatos életforma, ezt tudjuk elérni. Ehhez, hogy ide felérkezzünk, ehhez a, a, az együttéléshez, ehhez kell az elején nagyon nagy munkát beletenni. Tudom, hogy a Zsófi ezzel a témával készült, és ezt szerette volna behozni, a, ezért nem fogom most ezt kivesézni, hagyjuk a zsófinak belőle, de hogy, de hogy ugye akkor, amikor kutyát veszek magam mellé, van egy olyan elképzelésem, hogy könnyebb lesz vele az élet. Könnyebb lesz ezért azért, azért mert ezt láttam jó példáknál, hogy, 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 hogy valahogy jobb kutyával élni. Nem te, éppen hogy javítja az életminőségemet. Ezt alapállításként érdemes elfogadni, hogy egy jó kutyagazda kapcsolat, javítja a család életminőségét, méghozzá akár szorzószámmal. Ez az életminőség javulás, ez azt jelenti, hogy, hogy kevesebb kényszerfigyelemmel kell jelen legyek, viszont sokkal összetettebb, finomabb eseményekben tudok részt venni, kifinomultabb leszek, stb. stb. Ahhoz viszont, hogy ez létrejön, az elején nagy energia befektetéssel, tehát egy kölyök nevelésénél nagy energiabefektetéssel kell, hogy ott legyek. Nagyon tipikus esetre ennek a sztorinak az, amikor két kutyát tartok, két kutyával könnyebb az élet, gondolom, mert nem kell rá figyelnem. Erről volt már szó adásunkban, korábbi adásunkban. Ez igaz? Abban az egy esetben igaz, hogyha az elején sokszorozottan, tehát sokszorozottan több energián van arra, hogy a két kutyát a rendszerembe beilleszem, és azután valóban kijön az, hogy a végén kevesebbet kell figyelnem a két kutyára, mint egyébként egy kutyára kellene figyelnem. Nagyon fontos, azt kérem szépen értse mindenki, hogy nem a figyelmet akarom elvenni, hanem a kényszer figyelmet. Tehát az a figyelem, ami szükséges, az nagyon jó. És az, az mindenkinek nagyon jó, amikor, amikor interakcióba lépünk a kutyával, de ez neki kényszerített figyelem legyen. Én még talán annyiban visszatérnék az előző mondatodhoz, hogy ö, mindig kell figyelnem, hogy mikor csinál valami rosszat, és hogy rá kell majd szóljak. Azért a figyelem nem csak arról szól, hogy amikor valami rosszat csinál a kutya, akkor azt, azt uh -huh. megmondom neki, hogy ezt én nem szeretem, hanem azzal is nagyon, sőt, mondhatnám, még sokkal többet tudok építeni a kutyámban, hogyha azt a, azt a, viselkedését, ami viszont tetszik nekem, azt elkezdem erősíteni dicsérettel például. Tehát nem kell feltétlenül juti falat legyen nálam, a hangommal is ugyanúgy meg tudok dicsérni, de azt, hogyha látja, hogy én a, nekem a kedvemben tud járni valamilyen, például lefekszenek ide a lábamhoz a kutyák, mikor leülünk, és én arra rádicsek, hogy jól van, ezt szerettem volna, jól van, ügyes vagy. Ez már is egy valami, amit ők tudják, hogy na jó van, akkor most nincsen teendő, ennyit szerettél volt. Tehát, hogy, azért a figyelem is tud, tud másmilyen lenni, nem csak azt jelenti, hogy mindig oda csörtetek, hogy ezt hagyd abba, azt hagyd abba, de természetesen ez is része, hogy, hogy erre odafigyelek. Meg most ugye a Gábortól is elhangzott az, hogy hogy akkor tényleg elérhetőek ezek a bizonyos magasságok, de akkor számszakilag menjünk már bele, hogy mennyi időt kell, akkor tényleg ezzel a nagyon magas tudatossági szinten eltöltenem, hogy hogy a, 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 a vége vagy a második fele az egy ilyen honeymoon legyen. Hát az elejét most ugye azt mondtad, hogy már egy -e tanfolyamokon túl vagyunk, de azért tételezzük hogy elviszem kölyök oviba a kutyámat, hogyha kölyköt hozok el, és aztán esetleg kölyök tanfolyamra, vagy, vagy elviszem alapfokra, középfokra, mert mondjuk egy menhelyről hoztam el, azt se tudom, mennyi idős a kutya. Ez nagyon sok idő nagyon sok ráfordítás ezekben a hónapokban, tehát ténylegesen szerintem érdemes úgy készülni, hogy egy aktívan két órát biztos, hogy fogok a kutyámmal foglalkozni minden nap, és ez nem azt jelenti, hogy elmegyek a futtatóba, ott le, elkezdek facebookozni, és ő megjátszik a haverjaival, hanem az, amikor ténylegesen a figyelmemet, ahogy mondta is Gábor, dedikáltan oda szentelem arra, amit csinálok. De emellett a maradék időben is oda kell figyeljek arra, hogy azt az életmódot, ahogy majd szeretnék együtt élni, azt elkezdjem kialakítani. És miket jelent ez ilyen nagyon-nagyon apró hogy gondolunk, belépek a lakásba egy sáros séta után. Hogy történik ez? Hogy szeretném ezt megcsinálni az életem hátralévő részében? Érdemes ezen már az elején elgondolkozni. Le fogom mosni a lábát, meg fogom törölgetni, van egy ilyen tartályom, amiben ő bele tudja tenni, és akkor már ezt, ezt, megtanítom neki, hogy így csináljuk. De lesz egy rituálénk, ahhoz mondjuk hazaérkezünk a sétálásról, a, a koszos udvarról be a lakásba. Ezeket mind jó, hogyha az elejétől így csináljuk, és hogyha ezeket következetesen elkezdjük csinálni, akkor ezek a rituálék a kutya számára, és ugyanúgy egy gyerek is beleszokik, hogy odaülünk az asztalhoz, megmosuk előtte a kezünket, végigvárjuk, utána elmegyünk, megköszönjük az ételt, és elmegyünk a dolgunkra. Ugyanígy a kutyának is rengeteg dolgot lehet tanítani, amik igazából csak ilyen szokások, és ő szívesen részt vesz benne. De ehhez képest az az összes olyasmi, amit mi nem szeretnénk, hogy csináljon, és ő pedig csinálná, arra meg nagyon-nagyon jó technika, hogyha egy menedzsmentel, vagy hát elkerüléssel igazából lehetetlen teszem a kutya számára, hogy olyan dolgokat csináljon, amikbe bele tudna erősödni mert nem csak én tanítok ugye a környezet, vagy a, a, kutyának dolgokat, hanem a környezet is nagyon sok dolgot megtanít, és mondjuk lehet, hogy én nem szeretném azt, hogy ő, ő a kerítés mellett a másik kutyával, de ők mind a ketten nagyon jól élvezik azt, hogy jobbra-balra szaladgálnak, és közben acsarognak egymásnak, nagyon hamar megtanulja, hogy ez egy tök jó buli, és akkor is csinálni fogja, hogy én ezt sose tanítottam neki. Tehát, hogy, 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 mindenképp ilyenkor nagyon nagy figyelemmel kell jelen lenni, de ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy amikor már felállt egy rendszer, azt mekkora energia öm, fenntartani. Hát szerintem a mindennapi sétát, azt, azt, akár lakásban tartok egy kutyát, akár kertesházban, én azt szeretném, mint egy sarokköve a kapcsolatunknak betenni, hiszen a vadászat, a vadászatba elmenni az a kutyák számára, ahonnan jönnek az ősi falka ösztönüket hozzák magukkal, az a legfontosabb esemény. ez most egy téve, tehát vadászat. A vadászat, igen, tehát hogy nekünk ennyi maradt a vadászatból, vagy a kutyának ennyi jutott a legtöbbször a vadászatból, és én az egy átlagos ember ma a mai világban ennyit szeretne látni a vadászatból. Vannak olyan emberek, akik még ma is használnak vadászatra kutyákat, akár arra, hogy vadakra vadászanak, akár arra, például én követek egy patkányvadász nevű céget a, vagy oldalt a, a Facebookon. És nagyon-nagyon furcsa látni, hogy, hogy igazából a mai társadalmunkban már az kiszokta verni az embereknél a biztosítékot, hogy a kutya megöl egy patkányt, és hogy erre használják még ma is a patkányt, ahelyett, hogy mérgeket szórnánk mindenfelé, fúj, 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 miért, miért erre használjuk. Vagy akár megvédi a portát egy rókától, és ez is kiverheti a biztosítékot, hogy jaj, ki képes ilyet engedni a kutyájának, hogy megszétépjen egy rókát, aki belép az udvarra, miért nincsen mondjuk kifeszítve tehát nagyon érdekes, hogy már az is, amikor munkakutyának használjuk még a kutyákat az ösztönálló kutúba, az is kiveri a biztosítékot a társadalomba, hát még azok, amikor ezt a mindennapi életben öm, látjuk. Egy átlagos kutyának ez a fajta ösztönkielégülés a normál mindennapi életben egyáltalán nem adatik meg. Nem csak azért, mert ugye az ízléstelenség határát súrolja a mai világunkban, és nem szívesen látnánk ilyeneket, hanem azért sem, mert nincsen lehetőség minden kutyával ilyeneket csinálni. Hát mi marad helyette? Marad ez a, a séta, ami a vadászat egy, egy mini kis akcióba hívom a kutyát, közösen elmegyünk, új ingereket találunk, új élmények, és hazatérünk az otthon nyugalmába. Tehát ezt én nem venném el egy egyetlen kutyától sem. Nekünk kertben vannak, vagy hát kertes házunk van, mégis minden nap sétálok a kutyáimmal. Ha esetleg egy nap kimarad, természetesen nem fogják fölvágni az ereiket, erejüket de ettől még az az ideális, hogyha az egészségmegőrzés szempontjából is egy napi egy-két órát a kutya intenzív mozgással tölt séta, járkálás, szaladgálás. Emellé nagyon érdekes, hogy milyen életmód sportokat választunk, attól függ, hogy milyen az energia energiaszintje egy kutyának, érdemes egy, két vagy akár három napra is beiktatni mindenféle sportokat. Nyilván, ha valaki malinoát visz haza, akkor az úgy fog rá gondolni, hogy ott minden nap muszáj a kutyával ilyen szinten foglalkozni, de mondjuk egy átlagos kutyatartó, aki nem munkakutyát konkrétan munkára visz haza, azért akkor is érdemes napi több, vagy hetente több ilyen alkalmat betenni, amikor ténylegesen az ösztön energiájából tud kiadni, mik lehetnek ezek. És akkor menjünk egy kicsit Szerintem abban végig, hogy milyen életmód sportok közül lehet választani, mert ezeknek is több iránya van. Van az egyik olyan irány, amikor a, a kutyámnak inkább a szellemi ö, fárasztásával fogok bíbelődni, és ugyanabban is van egy kis mozgás, mert nyilván, amikor tanulunk, meg egy közben egy kis játékkal megszakítjuk, mondjuk húzócskázunk, ez is megváltoztatja a kutya fiziológiát, egy kicsit fölpörög, egy kicsit mozog, de nem olyan, mint amikor mondjuk konkrétan ő vagy őrzővédő sportra viszem a kutyát. Tehát vannak ez az irány, amikor a, a szellemi ami fárasztás, ilyen lehet egy rally obedience, egy obedience, a K9 vizsgarend, K99-es vizsgarendszerben az ügyességi ágazat, vagy bármi dog dancing, olyasmi, amikkel ténylegesen trükköket tanítunk, és közösen együtt egy, egy betani, betanult mutatványt Ugye, ezek, ezek, azok az életmódprogramok, programok, hogy jellemzően a kutyai intellektusát hívják akcióba, ahol a, a kutya mentális terhelést kap, ez főleg azoknak a fajtáknak, akik, akik mondjuk erre, ebbe az irányba éhesebbek, azoknál ez egy, ez egy szinte létszükség lesz, meg egy potenciál, hogy a kutya kitejesedjen. És viszont tök, hogy ezt mondod, hogy bizonyos kutyáknál ez létszükséglet, de azt fontos látni, hogy ha, ha, jól csináljuk a tanítást, akkor ez egy függőség függőségszerűséget, konkrétan függőséget tud okozni a kutya agyában, ugyanis amikor én a klikkerrel tanítok, vagy igazából bármilyen pozitív megerősítésen alapuló technikával tanítok, akkor ott a kutya agyában fellépő kis dopamin fröccsökkel operálgatok, és igazából, hogyha ezt jól csinálom, és, és eléggé jól tudok összerakni egy tréningtervet, akkor bizony a kutya alig várja, hogy a következő tréning eljöjjön, és a, már attól extázisba jön, hogy én a klikkeremet megfogom, vagy a tartomat, vagy oda megyünk ahhoz a, a területhez, ahol ezt a gyakorlatokat szoktuk csinálni. Tehát igen, vannak olyan kutyák, akik ezt mindenképpen kérik, de ha jól csinálom, például a segi kutyám, ő egy félig malamut kutya, nem a malamutokat szoktuk látni az obedience világbajnokságokon, de ha sikerül áttörni azt a, a motiválhatatlanságnak tűnő flagmatikus, tehát hogy nem az a lelkes, mint egy border collie, hogy mit csinálunk már, mit csinálunk már, akkor ő is ugyanolyan gyorsan és lelkesen tudja levágni magát a földre bizony, mint egy német juhász vagy egy border kori. Tehát, hogy ez az egyik, hogy nagyon-nagyon hasznos ezzel a tanítással dolgozni, és ezt mindenkinek javaslom, hogy valamilyen ilyent vegyem be a programjai közé. Ha már erre kitértődök, hogy muszáj is betennem azt, hogy igen, ezeknek a kutyáknak, ezek a nagyon intenzív kutyáknak uszkár, lagott, Tó, border Collie, és most nagyon-nagyon sok fajta következhetne itt még, de legalább tegyünk mellé Pumit, Mudit, Magyar Vizslát. Tehát, hogy az, ezek, a, ezek, a, nagyon intenzív, nagyon tanulni akaró kutyáknál, ez, ez bizonyos éppen szükséglet is ez a mentális, mentális kihívás. De van egy másik, van egy másik oldala is a tanításnak, a, a, a kutyák esetében pedig tulajdonképpen a kutya képességeinek egy ilyen, egy ilyen, ilyen pontja az, hogy hogy jól tudjak tanítani. Tehát, tehát kiderül, hogy egy flegmatikus egyébként látszólag a tanítása nem annyira fogékony kutya, amikor elkezdem tanítani, hogy mennyire hatékonyan tud tanulni, durva, de hatékonyabban, mint az előbb felsorolt fajták hatékonyabban abban az értelemben, hogy, hogy, hogy ezek a fajták nagyon mozgékonyak, és amit bevesz, utána gyorsan ki is tud er esni. De egy flegmatikus kutyánál például az előhívhatósága nagyon, nagyon jó, ezért amit ő megtanul, az már ott marad, az már nem esik ki. Ezért aztán érdekes az, hogy sokszor versenyeken, különböző vizsgákon, különböző megméretesen kiderül, hogy, hogy nem ezek a hipertanuló kutyák tudják a legbonyolultabb gyakorlatokat összerakni, hanem, hanem sokszor ezek a flegmatikus alap, alap konstrukciója, alap ö, temperamentumú kutyák. Ö, és ott mondok egy példát. Van, van két fajta, amit ebb tekintetben akár egynek is tekintetnék, ahol a, a, ahol a tanítást ilyen, ilyen kötelező programnak gondolnék, ez az Akita és a Shiba. Ez a két japán az egyik. A, 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 törpe, akita, a másik az óriásiba, ugye? Tehát a, a kép, nagyjából, nagyjából, a két kutya fizimiskára is elég jól hasonlít, eh, hasonlít egymásra, mert úgy értem, hogy a, a, az akita az a törpe, eh, vagy az akita az az óriás Shiba, a siba pedig a, 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 törpe akita, tehát hogy tényleg ennyire közel áll egymás, ez a két fajta. Náluk például, hogy ha, nem a tanításon keresztül akarom bevinni a család interakciós zónáiba, akkor az egy szinte lehetetlen helyzet. De ha jól tudok tanítani, akkor egészen bonyolult szintekig el tudom húzni, fel tudom vinni a, vinni a kutyát. És egyébként is nagyon-nagyon szoktuk ajánlani azt, hogy a tanítással minden kutyát, minden fajtát érdemes jól, jól megalapozni. És mi van akkor? Nem mondjuk a Sibánál, ugye ez jellemző, és ebben az, abban az adásban beszéltünk is erről, hogy azért ő tesztel, tehát hogy bepróbálkozik. Tudja, hogy mi a szabály, tudja, hogy mit nem szabad, de azért figyeli azokat a pillanatokat, amikor lanyhad a, a figyelmed? Hát ugye a tanítási interakcióban az nagyon fontos, hogy mindig a kutya saját motivációjával dolgozunk. Tehát egy, egy trénert az, az minősít bizonyos értelemben, hogy mennyire tudja a kutyája motivációját fenntartani, ez ezt általában a kritériumok tudatos adagolásával lehet elérni. Tehát, hogy, hogy se nem túl nagyot, se nem túl kicsit ö, nem teszek be. Tehát, sem túl nagy kihívás, sem túl alacsony kihívás, hanem keresem azt, hogy legyen benne kihívás és izgalom, de mm. ne terheljen túl. Tehát, egy tanítási ö, élethelyzetben, ami a mi rendszerünkben nincsen, nincsen elvárás. Tehát a tükörmódszer a tanításban nem, nem alkalmaz elvárás, és egyébként sem javasoljuk az, az elvárás alkalmazását, mert, mert az bizonyos értelemben a tanítási kedvet tudja leredukálni, le, lecsapni. Nagyon érdekes egyébként a kérdés, amit feltettél, mert ha az angol nyelvet vesszük alapul, a dog training, ott ezt használják mindenre, amit a kutyával csinálsz, és hogyha a magyar ezt megpróbáljuk lefordítani, ez a kutya tanításaként a terminus technikusaink között nem állja meg a helyét, mert ugye a kutya tanítása, ahogy Gábor most elmondta, az ténylegesen az, amikor vagy klikkerel, de akár nem klikkerel, ha tudok helyette bármilyen klikkelő szót, egyéb megerősítéseket is használni, de hogy csak pozitív megerősítéssel, vagy maximum e, negatív büntetése, tehát, lát mondjuk egy utalomfalatot, de sajnos nem kapja meg, mert nem, csiká, nem, sikerült jól dönteni, de nem büntetéssel tanítunk, és ezért nem is azokat a... Tarések, ez a, amit most elmondta a Zsófi, ez a negatív büntetés. E, tehát, hogy nem a pozitív pozitív büntetéssel, amikor én nem ültél le, akkor itt egy tasli üljél le legközelebb gyorsabban. Vagy megrántod mondjuk a, 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 folytóláncot, vagy a szöges ezeket hívjuk pozitív büntetésnek. Tehát amikor, amikor, amikor hozzáteszünk valamilyen kellemetlen ingert, a, a viselkedéshez annak érdekében, hogy a viselkedés létrejön. Ezt hívják pozitív büntetésnek, ezt nem mi találtuk ki, ez a, ez a kategória. A negatív büntetés az, amikor egy kellemes ingert megvonunk a kutyától, és csak akkor kaphatja meg, hogyha, hogyha az adott viselkedést produkálja. Tehát, hogy a tanításban csak ezt használjuk, és ezért az a kérdésem, amit a Sibáról mondasz, hogy ő próbálkozik, próbálkozik, ez inkább azok a, a, azokban a szituációkban, amit inkább az együttélés szabálya, a viszonyrendezés, világába esnek, és ha belegondolsz a gyerekeknél, és azért nagy különbség van a között, hogyha arra próbálom rávenni, hogy, hogy megtanuljon szebben rajzolni, mert így nem fog átmenni a rajzórán, az nagyon-nagyon nehéz azzal, hogy én szépet rajzolok, nem tudom, -e, nem, tehát nem attól fogja, hogy látja, hogy én is szépen rajzolok, akkor ő is biztos szépen fog rajzolni, mert az gyakorlásokkal, motivációval, ilyesmi módokon tudom felhúzni, de azt már mondjuk, hogy hogyan fogunk bemenni a boltba, és ott kinek hogyan köszönünk, és elveszünk-e dolgokat, vagy nem, az bizony a gyerek is az együttélés közben tanulja meg, és a kutyával is az együttélés mindennapi együttélésbe tanulja meg azt, hogy amikor megyünk a járdánál, ott meg kell állni, és ő nem mehet át a járdán addig, amíg engedélyt nem kap. Ha kinyílik a bejárati ajtónk, ott nem szalad ki, hanem megvárja, hogy, hogy bejöhet -e, vagy kimehet e ez, ez így szétválik, ez a két mód út, amiről eddig beszéltünk, a viszonyrendezése és a, a tanítás. És akkor itt jön be az életmód, amit mondtál, hogy azokban ugye a tanítás és a viszonyrendezése egy kicsit keveredik. Ezért is mondta Gábor, hogy muszáj, hogy legyen ö, már egy rendezett viszonyunk, és már tudjam a kutyámat tanítani, mert mondjuk nagyon nehéz ezt elvinnem egy egeliti pályára egy olyan kutyát, aki meglátja, hogy ott szaladgálnak a többiek, és észtvesztve elkezd ugatni, és alig várja, hogy menjen, és nem tudja meghallani sem azt, amit én szeretnék tőle kérni. Lekapcsol a kutya, hogy ez nagyon sokszor látjuk pont ezt a példát, hogy a Zsófi mondta, hogy olyan felpörgött állapotban, van, és a kutya nem tudja, a gaz nem tudja visszaszedni a kutyának a, a, a figyelmét, hogy utána alkalmatlan arra, hogy egy, hogy egy versenyprodukciót, vagy egy, vagy egy gyakorlatot bemutasson. És hiába tudom kontrollban tartani a kutyát, hogyha nem vagyok képes neki precízen elmagyarázni, hogy már pedig ott a zónába meg kell állni, és csak utána mehet tovább, hogyha megkapja erre az engedélyt a gazdáról, akkor, akkor abba se leszek ügyes. Tehát az életmód programoknak a feltétele az, hogy a másik két irányba legalább már valamennyire előre haladjak. És ugye beszéltünk már arról, hogy vannak, a, amik inkább a tanításra épülnek életmódprogramok, de ott is nem, nem megengedhető például egy Rally Obedience versenyen, hogy a kutya tőlem, és ott a kerítésnél ott meg gondol egyet, megnézi, hogy ott kik bujkálnak, aztán visszajön. Vagy akár csak elvégezze a dolgát vagy tehát akár öt, elvégezze a, a A vizsgaszabályzatok van. a legtöbb esetben 99%-ban szankcionálják azt, hogy a kutya nem üríthet a, a vizsgagyakorlat közben. Ez is egy kézben tartási helyzet és egy kézben tartási szituáció. Ott kell maradnia, ha most szüksége van, nem végezhet a gazdának. Persze gondoskodnia kell előtte, utána, hogy elvégezze a dolgát, de, de, de ezt a kontroll, ez a kontroll rendelkeznie kell a gazdának. Bár azért itt annyi könnyebsége van a gazdának, hogyha élvezetesen tudok tanítani, és élvezi azt a közös munkát, akkor valószínűleg eszében azt a 10 percet ki igen. tudja bírni, Há akkor és eszében, nem akkor fog, igen. Nem igen. Akkor fog igen, igen, eszében sem jut, de viszont hogyha nem tudok jól tanítani, és megemelem a kutya stressz szintjét, és ráadásul erre még egy, egy vizsgaszituációt, egy versenyszituációt elteszek, ahol az elvárás még inkább megjelenik, a, a, az emelkedett stressz felhozza a kutyának, a, az ürítési reflexét, és azt a kényszerviselkedést, vagy azt az elkerülő viselkedést, hogy egy vizsga elvégez a dolgát. Szerintem nagyon sokan a, a, a most minket hallgató gazdék között is, sokan ráismernek most erre a szituációra, bizony ez ezért van rendszeres, igen, sajnos a bukás, miatt az ilyen vizsgákon mert hogy pont akkor üritett a kutya. De, de visszakanyarodva ahhoz, hogy vannak a tanítást alapul vevő életmódsportok, ilyenek a Rally Obedience például, amit az előbb említettem, és vannak azok, amik ténylegesen konkrétan a kutya mozgásával többet dolgoznak, mint az agility, a hoopers, az ösztönkontrolltréning, vagy akár egy terelés, ott azért már igazán a kutya kiadja az összes ösztönenergiáját, hát ezek, ezek azért, azért már nehezebbek a kézben tartás szituációban, vagy szempontjából, mint mondjuk egy Rally Obedience verseny. én azt gondolom, hogy az egészséges kutya-gazda kapcsolatban a tanított, tehát egy, egy, ilyen szellemi lefárasztás mellé érdemes legalább egy olyan sportot választani, amiben az eredeti ösztönkészletét is fárasztom. mentréling az a legáltalánosabb, tehát azt minden kutyával, bármilyen gazdi a legrosszabb fizikai állapotban, amivel még tud egyáltalán valaki mozogni, a mentréling az nagyjából végezhető. Tehát kutyának is, időskoráig, fájdalmak ellenére van kedve csinálni, úgyhogy én ezt mindenkinek ö, a csoportjaimban is szoktam javasolni, de amúgy is minél szélesebb körben örülnék, hogyha az emberek kipróbálnák és megszeretnék a mentréninget. Már csak azért is, mert hogyha nincsen ideje eljárni mondjuk a gazdinak, Edzeni, de már megtanult egy csomó mindent, akkor igazából az otthon felelhető emberek segítségével ezt én magam is tudom gyakorolni. Lehet, hogy nem fogok javulni benne, lehet, hogy még egy kicsit el is rontok valamit, amit már az edző sikeresen beállított egy pályára de az energiát azt le fogja vezetni a kutya akkor is, hogyha csak egy nyomi keresést csinálunk a három gyerek után, amikor elmentünk nyaralni. Szóval én a mentréninget nagyon-nagyon szeretem. A másik ilyen, amit mindenkinek ajánlanék, az pedig az ösztönkontroll tréning. Sajnos erre nagyon nagy a kereslet, és nem mindig van elég ö, tapasztalt tréner, aki ezt ki tudja elégíteni, ezt a, ezt a keresletet, de az, az tréning az ténylegesen olyan kutyának is jó, akiben mondjuk pontosan túlságosan buzognak ezek az ösztönök, és szeretnénk egy kicsit jobban képesek lenni kontrollálni az ő, ő viselkedését tehát az magas. az agresszió viselkedések kontrollba helyezése. Vagy egy zsákmány viselkedés. Tehát bármelyik ezek közül, de olyan kutyáknál is, akiknél pont, hogy azt látjuk, hogy félénk kutyák, hogy nem elég magabiztosak, hogy mindentől megijednek a, a városi környezetben, azoknak is nagyon-nagyon lehet építeni a magabiztosságát az ösztönkontrolltréninggel. tréninggel. Egyébként hozzáteszem a mentréninggel is, tehát a mentréning is fantasztikus, mivel a megemelkedett hőmérsékleten ég benne a kutya, átsegíti olyan akadályokon, amiken egyébként nem biztos, hogy átmenne. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon ezek hasznosak abban, hogy a kutya egészsége ö, hosszabb ideig szolgáljon, de továbbra is oda térnék vissza, az, hogy elviszem magam éle magammal különféle életmódsportokra, vagy akár elvisszük napköziben, mert szerintem a mai világban most nehogy azt, az jöjjön ki az, hogy a napközi vagy akár azt, hogy elvisszük napközibe, mert a mai világban a napközi ez egy kincs. Gábor az előbb említette, hogy jaj, 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 berakjuk a napközibe, aztán kipipáltunk mindent, ez valóban nem szerencsés, de az, hogy egy, hazavittem egy border collit, vagy egy puli keveréket, vagy valami olyasmit, akinek ténylegesen reggel 6-tól este 8-ig szeretne dolgozni, szinte vert helyzetben vagyok, hogyha ezzel próbálok egy rendes teljes állás mellett, ahol nem az erdőben erdész vagyok, vagy, vagy, vagy nincsenek juhaim, akkor ezzel szinte lehetetlenség megküzdeni de már hogyha beiktatok például a napközit, ahol le tud adni egy csomó energiát azáltal, hogy a fajtársaival szaladgál, kommunikál, problémákat old meg. Tehát mindig szokták kérdezni, hogy, hogy oké, okay, de az én kutyám nem játszik a napköziben nem abban fárad el feltétlenül a kutyának közében, hogy, hogy konkrétan csak szaladgál, hanem abban, hogy neki ott egyedül kell a saját lábán állva megoldani mindenféle interakciók Oda jön valaki, megszagol, én azt nem akarom, ez a másik Barátokat elszalad Barátokat keresni, olyan, olyan társakat, akik, akikkel szívesen van együtt, vagy vagy elkerülni azokat, akikkel nem szívesen. Tehát egy, mint ahogy mi is a, a, a mindennapokban szociális interakciókat rész, létesítünk. Tehát a kutyának is egy nagyon nagy igénye van, ugye itt a fajtási kapcsolat, kapcsolatok kielégítésére lett kitalálva alapvetően a napközi, és zseniális is a tekintetben, hogy, hogy, hogy szinte nincs semmi, ami, ami ennyire hatékonyan, ilyen kevés a gazda által befektetett energiára, ilyen, ilyen jó eredményt tudna produkálni. Csak vigyázat, mert azért egy oldalú. Szükség van egyáltalán arra, hogy a kutya fajtásai között legyen? Nem elég neki a gazdia, én? Jaj, de jó kérdés. <laughs> ez ma is egy és egyéb... divatos kérdés. Igen, ez egy nagyon divatos kérdés, mert most egyre több helyen lehet azt látni, hogy a kutyának nincsen szüksége kutyabarátokra, én kellek neki. És egyébként ez a gyermeknevelésben is felbukkan, hogy hogy mennyi időskortól van szüksége ténylegesen a gyereknek arra, hogy hogy közösségbe járjon, és hogy mennyi ideig elég az, hogy a, a szüleivel egy kapcsolatban legyen, és ez egy egészséges kapcsolat legyen. Ebbe semmiképp nem mennék bele, de a kutyákra visszatérve. Öm, Szerintem nagyon túlzó elvárás az, hogy, hogy egy kutya érje be a gazdájával, megoldható. Ha az a kérdés, hogy meg lehet-e oldani azt, hogy egy kutya teljes életet él és boldog életet él úgy, hogy én vagyok az, akivel ő a, a legjobb élményeit szerzi, és igazából csak velem szerzi a jó élményeit, megoldható. Igen. A kutyának nagyon nagy szüksége van a fajtási kapcsolatokra. Annak a kutyának is, aki látványosan tiltakozik ezek ellen mert hogy ott egy antiszociális viselkedést tapasztalhatunk. Tehát az egy gyógyítandó felület, egy gyógyítandó terület. Nyilván a kutyának megfelelő megfelelő stimulációval, nem túl erős ingerekkel, nem túl erős közegbe, de neki is szüksége van. Egy egészséges kutya számára, egy kutya számára a kutya kapcsolatnak is jelentősége van. Az embere való kapcsolata egy magasabb rendű kapcsolat, a kutyákkal a játék, az interakció, hogy tudjak vele kommunikálni, hogy tudjam, hogy ki a veszélyes, ki nem veszélyes. Ez, ez, én azt gondolom, hogy a kutya létezésnek, a családi kutya létezésnek is alap és létszükséglete. Viszont, viszont erre fogunk szánni majd egy külön adást, amikor ezt sokkal mélyebben kivesézzük. Záró gondolatok így életmód kapcsán. Zsófi mindent elmondott, és nagyon, nagyon aprólékosan, ezt csak lerövidítve, életmód programok a XXI. században három vörös felkiáltójel, kellenek. Két csoportja van, interakció, illetve ösztön. Az ösztön az, ahol a kutya drájvai tudja kiélni, feltétlen szükséglet. Interakció az, ahol a kutya potenciáját használjuk ki, jellemzően a tanításról beszélünk itt, tehát a, 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 ahol a kutya a tanítás által több lesz, mint aminek egyébként született, ez bizonyos értelemben a kutya evolúciójának is egy fontos eseménye, mert mint tudjuk más adásokból, de itt is említsük meg, hogy a kutya egy evolúciós robbanásban van, méghozzá az embert követően egyedüliként történik most vele ez az evolúciós robbanás, és ehhez az interakciós életmódprogramok nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá. Illetve van az a fajta életmódprogram, amit itt a napköziben jelenítettünk meg, de, de, de ilyen egyébként a futtatóba lemenni és elengedni játszani, tehát ahol kutyákkal tud játszani, és úgy tudja kimozogni magát. Ennek a, a gazdával való interakciója ugye nagyon alacsony, még kevesebb, mint az ösztön alapú életmódprogramoknál, de nagyon erős, nagyon erős és nagyon jó ilyen takarító, ilyen, ilyen energiatisztító hat hatása van. Mind a hármat javaslom, tehát mind a háromból egy egyfajta egyensúlyt, pont, pont mint ahogy a tanításból, kézben tartásból, életmódból, itt az életmódon belül is, az interakciós, az ösztön és a fajtási interakciós programokból érdemes egyfajta egyfajta egyensúlyt teremteni. És nem elfelejteni, hogy hiába tanítom 15 percben a kutyámat, hogyha utána a maradék 23 és 3 negyed órában meg össze-vissza élek, akkor össze eredményeket fogok kapni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, felvetettünk bizonyos témákat, ezeket majd a show notes-ban behelyezzük, hogyha esetleg nem hallottátok, nem néztétek meg ezeket, ott csekkolni tudjátok ezeket, és hát volt valóban pár olyan témafelvetésünk, amit majd még más adásokban fogunk jobban megbeszélni. Tartsatok velünk a következő alkalommal is, nektek pedig köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. sziasztok.